Az internet átalakít bennünket. Kódokká, adatokká változtat. Bármit feltöltünk magunkról egy felhő nevű valamibe. Ezt a felhőt gépek alkotják, meg kódok áttekinthetetlen tömege. Alkalmas eszközökkel persze simán kiszűrhető a jel. Az internet sötét oldala. Bárcsak kijelenthetném, hogy gyanakvás nélkül éltem. Elszerződtem egy céghez, de nem mondhatom meg a nevét. Különféle termékeket fejlesztek, és kutatok nekik. Programozok, és én végzem a hardware tervezést is. Mindent. 5 laptopom van. 2 asztali gépem. Xboxom, tévém, szerverem, mobiltelefonom, és sok készülékem rá van kötve a netre. Ez egyfajta külső forrásból érkezik. Gmail-es címről kapja a diák, tehát valami bizonyosan zajlik a kettő között. Értem. Az internet, amelynek vannak sötét, mocskos részei, megmutatja, milyen lenne egy törvények, szabályok és jól neveltség nélküli világ. Akkor most értesítjük a rendőrséget, mert ez már elég komoly kérdés. Félek, mert könnyű rossz dolgokat látni interneten, és elegem lett belőle. Persze már nem lehet visszacsinálni, és azt mondani, vicc volt, nincs internet. A képernyő túlfelén egy határtalan új világ. Féktelen és kordában tarthatatlan. Ott a képek gyújtóhatásúak, a szavak fegyverek, a kód pénzt ér. Védelmezők és támadók, áldozatok és önbíráskodók, fehér és fekete kalaposok. Ki kicsoda? Ki itt az úr? Titkok. New Orleans, Louisiana. Mindig is szerettem volna New Orleansban élni. Van valami megnyugtató a városban. Nem akartam semmi mást, csak tartósan boldog lenni. Ő Laila. Tartalommoderátor a világ egyik legnagyobb internetes keresőjén. Nem tudtam, hogy létezik ilyen munka, de szerintem az emberek többsége sem tudja. A tartalommoderátor a keresőprogramok és a közösségi média tartalmait figyeli. Laila dolga az volt, hogy megnézze, mennyire pontosak a keresési találatok. Feljön egy kép. Először is azt kell megnézned, hogy ugyanazt ábrázolja-e, amit a képernyőn megjelenő szó jelöl. Ha az állod, hogy cicák, akkor a képen több kismacskának kell lennie, mert erre kerestek. Lailának ez könnyen ment. A biztonságos kereséssel már nehezebben boldogult. A biztonságos keresés azt jelenti, hogy kiszűrjük azt a tartalmat, amelyet nem akarunk látni, és ez keresőmotortól függően változik. Ilyenkor nem lesznek pikáns találatok. A farok szó beírása egy csomó kutyát, macskát és bálnát eredményez, sőt, ételt is, mert van valami ilyen nevű. Ki kell tehát kapcsolni a szűrőt, hogy azt kapd, amire eredetileg számítasz, és akkor elszabadul a pokol.
Vagy még rosszabb. Csak az emberi szem képes különbséget tenni a jó, a rossz és a csúf között. A gond az, hogy a számítógép nem látja a képeket, csak a mögöttes információkat, a metaadatokat. Ezek alapján találja meg, osztályozza és tartja számon a képeket. A betanításhoz viszont ember kell, mert a gép nem tud különbséget tenni duda és duda között. A sértőképek metaadatai közül a moderátor által beillesztett kód jelzi, hogy a kép maradjon ki a keresésből. Ez a biztonságos keresés. Ez miért rossz? Mert a képek kódolásához Lailának és kollégáinak nap mint nap ocsmánságokat kell nézegetniük. Ezer számra. A munkám velejárója volt, hogy képhatások érnek. Csak hogy nagy különbség van a képhatások érnek szavak és a valóság között. Amikor napi 8-8 és fél óra hosszat dőlnek rád a szörnyűséges ocsmány dolgok. Sosem tudhatod, mi lesz a következő. Egy aranyos cica, tett helyek fotói vagy bármi más. Szorongást állapított meg az orvos. Nem alszom túl jól. Egy éves szerződésem volt, de csak 6 hónapig bírtam. Sokat szenvedtem. Naponta 1,8 milliárd képet töltenek fel és osztanak meg az interneten. Többet, mint amennyit az emberiség első 10 000 évében létrehozott. Az internet tisztántartása érdekében világszerte mintegy 100 000 moderátor dolgozik, és naponta 18 000 képet értékel. Mocskos és nehéz feladat ez. Sokan poszttraumatikus stressz-szindrómától szenvednek. Az internet tehát lelki károsodást okozhat. Virtuális fegyverrel, fájdalmas sérüléseket. Vigyázz! Ha rajta múlik, rátszállnak a szövetségiek. Nagy arányú támadásokra szerződtettek. Ez a munkám. Van néhány saját cuccom, meg az, amit a barátaim kódoltak. Fogok egy szervert, és küldök 2 millió hamis e-mailt. Ez veszélyes. Megmutassam? Ezek a sötét hacker Detox Ransom szöveges hangüzenetei. Ő a rossz fiúk egyike. Detox az internet sötét oldalán kezdett vállalkozásba, ahol szinte lehetetlen lenyomozni az IP címet. Hacker társaival rajtunk egyszerű népeken akar meggazdagodni. Képzeljék el, hogy leülnek a gépük vagy a laptopjuk elé, bekapcsolják, aztán elkezdik vele a szokásos napi ezt-azt. Megnyitják az e-maileket és találnak egy levelet, amelynek melléklete van. Rákattintanak és várják, hogy történjen valami. A biztonsági szakértő William Gragido a jó fiúk, más néven a fehér kalapos hackerek egyike. Nem sokkal ezután megjelenik a képernyőn egy felirat, hogy a gépüket feltörték, és az adataikat, mindent, ami értékes, amit szeretnek, ami fontos, titkosította valaki, aki most váltságdíjat követel. A gépet megfertőzi egy zsaroló program, amely titkosítja a fájlokat, és a feloldó kulcsot csak akkor adja meg, ha fizetünk érte. Ezzel a trükkel akár havi 80 000 dollárt is kereshet egy kiberbűnöző. Pontosan elmagyarázza, hogyan kell kifizetni a váltságdíjat, melyik weboldalakra menjünk, amelyeken követhetetlen titkosított pénzzel zajlik a tranzakció. Ketyeg az óra. Már alig 48 óránk maradt, hogy bitcoin nevű internetes pénzt vegyünk 500 dollárért. Olyan bankautomatát kell keresni, amelyik átváltja a készpénzt. Ha elkésünk, duplázódik a váltságdíj, vagy törlődnek az anyagaink. Aki úgy dönt, hogy fizet, az végigcsinálja a bitcoin átutalást, aztán várja azt a titkosítási kulcsot, amellyel visszakaphatja az adatait. Az persze kérdés, hogy tényleg sikerül-e, mert tudják, itt nincs garancia.
Az elmúlt évben a detoxféle kiberbűnözők több mint 400 milliárd dollár kárt okoztak. Szinte lehetetlen elkapni őket, mert tudják, hogyan legyenek láthatatlanok a neten. Az életben úgy néznek ki, mint bárki. Például ez a férfi. Csak hogy ő tudja, hogyan juthat be bármilyen rendszerbe. Ismeri a réseket. Neki az internet hatalmas játéktér. És jó játékszerei vannak. Itt a kis bestia. Ezzel összetettebb műveleteket is végrehajthatok. Közbeékelődéses támadást. Hamis hozzáférési pontokat. Ha például a bankjukkal értekeznek, mondjuk egy kávézóból wifin, akkor az simán átmegy egy ilyen eszközön, és már is leloptam a jelszót. Ezzel a vezeték nélküli hálózatokhoz férhetek hozzá. Még a védettekhez is. Ez a cucc 20 dollárba kerül. Ez az eszköz meg 100-ba. Úgy satszolom, olyan 1000 dollár befektetéssel a világ infrastruktúrájának 9/10-éhez hozzáférhetnek. A használatukhoz meg csak intelligencia kell. Ihinio Ochoa egy lebukott hacker, aki a börtönbüntetéséből már 18 hónapot lehúzott. Csak hogy őt nem a pénz érdekelte, neki egészen más célja volt. Egyesek zenét írnak, mások versenyautóznak, vannak kábszeresek. Én nyitottam egy Twitter fiókot, és rászálltam a kormányra. Ma virtuális börtönben ül. Ez egy újszerű büntetés újfajta bűnözőknek. Kell egy kis részdrót. Ihinio számítógépes programozó, de ő maga nem használhat internetet. Mindazt, amit online akar intézni, vásárlást, számlák kifizetését, filmek letöltését, kizárólag a felesége Kylie hajthat végre. Számítógépei egymáshoz kapcsolódnak, de a külvilághoz nem. Kész munkáit kinyomtatva postán küldi el. Ez persze gátolja a munkát. Nem tudom a legújabb szoftverrel frissíteni a gépemet. Nem használhatok Ubert. Elismerem, hogy törvényt szegtem, de túlzás az internet használati tilalom. Ezen az új digitális határvidéken még nincs törvény és rend. Bloomington, Illinois. Errefelé ólálkodnak viszont a legsebezhető prédára lesők. Ez szokatlan olyas valakinek, aki vidéki kisvárosból származik. Itt vagyunk az Egyesült Államok kellős közepén, az ország szívében. Ez egy mezőgazdasági közösség, mégis igen különös világokra van innen rálátása. Olyan dolgokra, amilyenekről nem is álmodott, hogy léteznek. Aztán gondol egyet az ember. Szóval ma a csápos pornóról lesz szó. Rendben, akár kezdhetjük is. 2 is tartalommoderátor. És a diákok iskolai internet használatát országszerte felügyelő Google nevű oktatástechnológiai cégnek dolgozik. Ő a gyerekeket óvó szuperhősnek tartja magát. Az én jelmezem eléggé pornós lenne. Talán egy pénisz vastag vonallal áthúzva. Nem is tudom. Keti és a Google többi moderátora sok pornót cenzúráz. De figyel a káromkodásra, gyűlöletbeszédre, erőszakra, önveszélyességre és az órálkodókra is. A Gaggle szabályozott világot teremtett, amelyben tisztességesen kell viselkedni. Az internet többi része vad és törvényen kívüli. Szia! Szia! Jól vagy? Kösz! Elfelejtettem a jelszavam. A 21 éves Janna Keti pártfogoltja, pszichológiát és szociológiát tanul. Még újonc, képzése első napjait tölti itt. Rendben. Átveszünk néhány rendszeresen látható dolgot. Aztán ezeket menet közben átnézzük. Remek. A Google moderátor hozzáférhet az e-mailekhez, SMS-ekhez, képüzenetekhez, blogokhoz és a diákok digitális fájjaihoz.
Szóval ez az e-mail se perc alatt megmutatja neked, hogy miről is van szó. Értem. Van itt néhány dolog, amelyet meg kell néznünk. Nem sokat tudtam a cégről. Amikor először jártam itt, azt mondták, hogy erre vigyázz, meg azt, hogy látsz majd egy csomó pornót. És elsőre ez elképesztő volt. Ez igazán hosszú ideje nézeget egy péniszt. Lássunk neki. Ez gyakori? Bejelöljük, hogy szexuális tartalom. Aztán teszünk rá egy figyelmeztetőt. Az ő dolguk levenni a tiltott tartalmakat, figyelmeztetni a diákokat, ha átléptek egy határt, és felhívni a hatóságok figyelmét a veszélyforrásokra. Ez milyen testrész? Beteges. Ez egy fül. És ez nemi betegség. Talán herpesz. Sok ilyet látunk. Nem tudom, hogyan kapta el. Nem akarom tudni. Eleinte tényleg elég nyugtalanító látvány. Csak eleinte? A gyerekek nagyjából ebben az életkorban kezdenek el randizásra gondolni. 30 éve a fiúk még megcibálták a lány haját, ha ilyesmi járt a fejükben. Ma küldenek neki egy képet a péniszükről. Nem is értem miért. Nem tudom, de ennek így egyszerűen nem lesz jó vége. Ha akarod, felolvashatod egyiket másikat. Megtaníthatlak, hogyan készíts szexi képeket, mesztelenül, ahogy magadhoz nyúlsz. Na hát. Nyúlsz. A szót a rendszer megjelölte itt, ahogy magadhoz nyúlsz. De itt is. Nem nyúlsz mellé. Ezért nem lehet számítógépre bízni ezt a munkát. A gép nem, csak az ember veszi észre a finom árnyalatokat, a csábítgatást, és óvhatja meg az e fajta perverzektől a gyerekeket. Most nézzünk bele ebbe a beszélgetésbe. Jó. Rendben. Szóval, szia Claire, nézd, mit csináltam. Már tudom a neved. Azelőtt nem tudhatta a nevét, és kiszedte belőle az iskolai e-mail címét. Ez nem éppen jó jel. Néhány esetben azt gyanítjuk, hogy a gyerekekre vadászó perverzek próbálták becserkészni a diákokat. Vagy azért, hogy szexuális tevékenységre vegyék rá őket, vagy azért, hogy képeket kérjenek tőlük. Tehát úgy fest, hogy küldött neki egy képet, valami bikiniset. Küldenél egyet fürdőruha nélkül? A lány erre azt feleli. Ez ciki egy kicsit. A férfi szerint. Sokan csinálnak ilyet. Megtanítom neked, hogyan csináld. Olyan tartalmakat találunk, amelyektől megáll az ész. Olyat is, hogy felfordul az ember gyomra. Mindez mégis fönt van a neten. Ezt valakinek észre kell vennie, és tennie kell vele valamit. Felhívjuk a forró drótot, hogy még ma lépjenek közbe. Senki nem távozna úgy, hogy otthagyja a gyerekét egy idegenekkel teli szobában, és rájuk csukja az ajtót. Ha nem figyel oda, hogy a gyerek mit csinál a neten, azzal éppen ezt teszi. Ez a szitu elég gyorsan elfajulhat. Most megkóstolom, hogy jó-e. Kell bele nyers tojás? Egy kevés nem árt. Rakjunk rendet. Az egyetlen járható út az önkorlátozás. A gyerekeimnek nincs okos telefonja, csak régi módi nyomkodós. Még nem akarom, hogy titkoljanak előlem dolgokat. Ez a féle kötélhúzás, hogy eleget engedjek nekik, ők tudják, hogyan éljenek vele. Én meg biztos lehessek abban, hogy ésszel használják a szabadságukat. Mi számít tisztességesnek az interneten? Egyes felhasználók átvállalták a döntést. Nézelődéssel kezdtem. Megismertem a titkos csetszobákat, és már az elején belefutottam a hektivistákba, akiknek életcéljuk volt. Ezek a srácok tanítottak meg rá, ha hekkelsz, azt az információért, a tudásért tedd. Ha hekkelsz, azt mindig mások javára tedd.
2011-ben Ihinio rátalált saját életcéljára. Egy videómegosztáson és közösségi médián alapuló 21. századi tiltakozási mozgalomra, az Occupy-ra. Akkoriban részt vettem a felvonulásokban, odakint az utcán. Sok rendőrt hoztak más körzetekből, és azok eltakarták azonosító jelvényüket. Ezért, ha egy távoli kerületből való rendőr bejött a táborba, és rátámadt valakire, akkor nem lehetett megtudni, hogy ki volt az illető. Ihinio döntött. Beszáll a hackerek és aktivisták Anonymous nevű csoportjába. A Wormer fedőnevet választotta magának. Ez a hacker régi elnevezése. Azt mondták, Wormer, féreghajtó van a rendszerben. Ihinio Twitter fiókot nyitott új személyiségének, és elindította a disznópörkölés akciót. Betörtünk a rendőrségi weboldalakra. A rendőrök személyes adatait kerestük, melyeket össze lehet kötni a jelvényszámukkal. Nyilvánosságra hozta a bizalmas információkat. Napi átlagban 35 tweetet küldött ki. Ezekben nem csak a bizalmas adatokra mutató linkek szerepeltek, hanem a rendőrök neve, autójuk típusa, sőt telefonszáma és lakcíme is. Nem azt akartam, hogy bárki bántalmazza őket. Azt akartam, hogy tudják, van valaki, aki figyeli őket. Éreztem, hogy mellettem állnak az emberek. Helyeslik azt, amit tettem. Ezért úgy éreztem, hogy nyugodtan tevékenykedhetek. Aztán 2012. februárjában elkövetett egy ostoba hibát. A feltört információkkal együtt elküldte ezt a képet is, afféle névjegyként, hogy kigúnyolja az FBI-t és tudassa velük, a Wormer meghekkelte őket. Csak hogy a metaadatokat elfelejtette kitörölni. A képbe ágyazott hely meghatározó címke elárulta a kép készítésének pontos földrajzi koordinátáit. Adtam volna neki fürdőrucis fotókat, ha tudom, hogy rendőrségi adatbázisokat hekkelget és elküldözgeti nekik a képemet. Azt hiszem nem, de mégsem bánom, mert így kaptam meg mindent, amit az élettől akartam. Ihinio a neten ismerte meg Kylie-t. Egy chat szobában. Az online ismerkedés után 6 nappal találkoztunk először. Annyira kedves volt. 16 nappal később Ihinio megkérte Kylie kezét. A neten. A lány igent mondott. Az volt a terv, hogy eljön Ausztráliába. Megnézzük, működik-e a kapcsolat. Összeházasodunk és ott maradunk. Ez nem jött be. Kiadtam a kezemből egy képet. Kylie lakcímének GPS koordinátáival. Amikor megtalálták és megtudták, hogy kicsoda, akkor már jegyben jártunk. Aztán, ahogy az Amerikában szokás, kitettük a Facebookra az eljegyzésünket. Így találtak rá az életben, és így találtak rá a vőlegényére is. Üdv, Ihinio Ochoa vagyok. Hidget Kylie-nak ez az egyetlen fotója buktatta le. Egy hónapon belül letartóztatták. Úgy bántak velem, mint vérbeli terroristával. Nem akarták megkockáztatni, hogy odajussak egy internetes számítógéphez. 2012. március 20-án, alig egy hónap és több mint 1500 tweet után, Wormer Twitter fiókja elnémult. Ihiniót védett számítógépekbe való engedély nélküli behatolással vádolták. Bűnösnek vallotta magát, így 27 havi börtönre és 3 évi próbaidőre ítélték. Kylie 6 hónappal az ítélet után szülte meg a fiúkat, Brodyt. Jól el volt, amíg be nem jöttem. Annyira kamu ez a sírás. Kaphatunk még egy kis kamusírást? Felébredtél? Most már igen? Ez a papa, hogy békén. Nézd a haját, csupa lucsok. 1,5 évet ült börtönben. Azzal a feltétellel engedték ki, hogy nem internetezhet. Ezt a szabályt önként kell betartania. Akarsz egy családi szelfit?
Igen, engem is megrémít az apád képe. Egy, kettő, három, cheese. Te jó ég, hogy néz ki anyád? Az a véleményem, hogy a hekkerek üldözése igazságtalan. Nem hiszem, hogy az amerikai kormány felkészült volna a hekker ügyekre, és az igazságügyi minisztérium hajlandó lenne pártatlanul bíróság elé vinni ezeket. Pont azokat az embereket hurcolják meg, akik tesznek valamit azért, hogy ne történhessenek visszaélések. Megállítani úgysem tudnak minket. Be kell látni. A hekkerek az internetes ökoszisztéma szerves részei, és örökre fennmaradnak. Néha valami nagy víznek gondolom az internetet. Egyfelől gyerekmedencének, amelynek lelátunk egészen az aljáig. Ez biztonságos lenne, a partján a vízimentőkkel. Másfelől az is jó volna, ha óceán lenne, a mélyén borzongató lényekkel. Szápákat akarunk, hogy úszhassunk velük. Ezt a kétféle igényt annyira nehéz összeegyeztetni. A 3 milliárd felhasználóval és a közel 5 milliárd rácsatlakozó eszközzel az internet túl gyorsan növekszik ahhoz, hogy kordában tartható legyen. Nem tudom elképzelni, milyen lenne az életem, ha úgy nőttem volna fel, ahogy az unokatestvéreim. Ők egyetlen kattintással hozzáférnek az információkhoz, náluk SMS-ben terjed a szóbeszéd. Aggódom értük. Megrémít, ha az elkövetkező 5 évre gondolok. Ne bízz senkiben. A világ biztonsági állapota elkeserítő. Nem hiszem, hogy a többség felfogja a mai világ veszélyeit. Jóval több adatot adunk ki magunkról a nagyvilágnak, mint amennyi valójában indokolt lenne. Az adat maga a hatalom. Hekkerek és ólálkodók leselkednek ránk, a védelmünk pedig gyenge. A digitális moderátorok nem tartóztatják fel az áradatot. A kormány képtelen útját állni a behatolóknak. A fenyegető zsaroló programokkal pedig detox szerint csak egyetlen dolgot tehetünk, olyanokká válunk, mint ő. Digitális kísértet vagyok. Nincs e-mailem. Se hitelkártyám. Se számlám. Ha egy évig nem kapnak el, gazdag leszek. Kösz, még jól vagyok. Narrátor Kisfalvi Krisztina. Magyar szöveg Alföldi Balázs. Szerkesztő Pogány Éva. Hangmérnök Faragó Imre. Gyártásvezető Gyarmati Zsolt. Szinkronrendező Zentai Mária. A magyar változatot a Spektrum Televízió megbízásából a Masterfilm Digital készítette.